Legutóbb augusztusban jártunk a Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában Barta Lajos Szerelem című alkotása apropóján. Akkor a színház társulata kiegészülve a Szabadkai Népszínház magyar társulatával jó hangulatban tartotta az előadás olvasó próbáját. Elérkezett a szeptember, és a fotós főpróbát követően már az első előadás is lezajlott. Előbbire stábunk is meghívást kapott. Czajlik József rendező értékelt az elmúlt hetek közös munkáját. Várakozásokon felül meg tudtuk valósítani azt a csapatmunkát, amit egy nem csapat kezdett el, hiszen sok felől jöttünk, mindenki más-más csapatból. És azt gondolom, hogy ez megvalósult. Azt gondolom, hogy a célkitűzéseink az előadás kapcsán nagyszerű úton haladnak, és nagyon remélem, hogy a előttünk lévő két próba plusz a premier az még inkább beteljesíti azt, amire gondoltunk. Izgalmas, érzelemdús és dinamikus. Ezekkel a jelzőkkel illette Czajlik József az elkészült művet, és reményei szerint a nézők is hasonló, pozitív gondolatokkal követték végig a színpadon zajló eseményeket. A klasszikus mű az már bizonyított sokszor, és mi is a művön keresztül szeretnénk hatni, vagyis egy remek mű szólal meg a színpadon, ez egy alapvetés irodalmi oldalról, és azt gondolom, hogy maga a színészi játék, maga a lebonyolítás, ami a szereplők között történik, nagyon izgalmas, nagyon érzelemdús, közben világos, konkrét és dinamikus előadás várható. A rendező elmondása szerint egy igazán tehetséges és izgalmas színészekből és színésznőkből álló csapattal dolgozhatott együtt. A fotós főpróba előtt Kalmár Zsuzsa beszélt a közös munka élményéről, tapasztalatairól. Egy nagyon izgalmas és nagyon jól eső munkán vagyunk túl, azt hiszem, hogy ezt mindenki nevében mondhatom. Pillanatok alatt képesek voltunk egymásra hangolódni, ha bár nagyon sok felől jöttünk, ezt nyilván tudja már a nézőközönségünk, de azért tehát ugyanaz a szenvedély köt minket össze, úgyhogy kiderült, hogy végül is ugyanazt a nyelvet beszéljük, még ha egy kicsit el is vannak tolódva a hangsúlyok itt-ott-amott. De hogy maga Czajlik Józsefnek a lénye, tehát amilyen harmóniát és nyugalmat sugároz, tehát az átragadt az egész próba folyamatra. Tehát tudtuk, hogy mit kell csinálni, nagyon jókat tudtunk felszabadulva próbálni, tehát mindenféle ötletnek nagyon örült, és ezek a színészeket általában doppingolni szokta, úgyhogy nagyon szabadon, nagyon jókedvűen próbáltuk végig ezt a másfél hónapot. Én személy szerint először jártam Dunaújvárosban, hogy én szabadkai vagyok, Palicson élek, a Szabadkai Népszínháznak a tagja vagyok, és nekem a város is nagyon tetszett. Én egyébként is nagyon szeretem a nyugalmas városokat, és amikor itt először mentem le a Dunapartra, akkor nem volt egy lélek sem. És nekem ez annyira megnyugtató volt, és annyira feltöltött ez a természet közeliség, és hogy nem volt ott más embernek a rezgése, hogy én azonnal beleszerettem ebbe a Dunaparti sétányba. Szerepével kapcsolatban a színésznő azt mondta, rendkívül hálás azért, hogy egy olyan karakter szerepére kérték fel, akivel ezer és egy okból kifolyólag tud azonosulni. Ezért is volt különleges élmény számára a munka. Nelly a legidősebb lány, ugye, aki vén lány, tehát eleve nekem úgy érzem, hogy már egy kicsit talán ki vagyok öregedve ebből a 30 éves szerepből is, de ezért nagyon megtisztelő volt, hogy még ezt bennem látták. Úgyhogy én nagyon nagy örömmel megyek vissza, utazok kicsit az időben, és játszom el azt, hogy még eladó lány vagyok, és nagyon szeretnék egy olyan férfit megkaparintani magamnak, aki még nyilvánvalóan valami miatt, de szabad, de ezt majd a nézők meglátják, hogy miért. És én abszolút tudtam azonosulni Nellivel. Tehát ez a vagánysága, ez a kicsit nem abba a korba való becsöppenése neki. Tehát kicsit a kor előtt jár, de magát vissza kell törnie a kor elvárásai közé. A helyi színház kedvelő közönség a tervek szerint szeptember 23-án és 24-én láthatta, illetve október 1-én és 28-án láthatja majd a darabot. További részletek a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza hivatalos oldalán.